Szeptember 25-én tartották az idei csapatünnepet a Honvéd nyugállományúak klubja rendezésében, melyen megemlékeztek az 1950 és 1999 között Ercsibe települt katonai alakulatokról. Fél háromkor koszorúzást tartottak a Volt Tiszti Klub kertjében a 2002-ben felállított emlékmű előtt. Domine János nyugállományú dandártábornok köszöntötte a megjelenteket, majd Fentős József nyugállományú alezredes emlékezett vissza az ercsi helyőrségben közel 50 évig működött 9 különböző katonai alakulatra. Órától az Eötvös József Művelődési Házban folytatódott az esemény. Domine János nyugállományú dandártábornok, a Honvéd nyugállományúak klubjának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kálmán László alezredes, a klub alelnöke mondta el beszédét a csapatünnep és az idősek világnapja alkalmából. Kedves ünnepelt ünneplő barátok! A mai napon két egymástól független esemény adja apropóját rendezvényünknek, melyek azonban a mi életünkben szorosan összetartoznak, bár ezt néhány évtizeddel ezelőtt nem gondoltuk volna. Az egyik nem más, mint megemlékezés ercsi helyőrségben működött katonai alakulatokról. A helyőrség 1950 és 1999 között több katonai szervezetnek biztosított hosszabb, rövidebb időre otthont. Az ercsi katonák részt vettek megvadult folyók megzabolázásában, hófogságába esett települések megsegítésében, a kiképzések, gyakorlatok során a méltóságteljes Dunán ponton hidakat építettek, gyorsabban, mint bármely más alakulat. A Bakonyon és a Vértesen átsuhanó csendes üzenetekkel támogatták katonatársaik feladatait, de a Balaton mellett pihenő bajtársak is részben az általuk épített stégeken várták a kapást. A közel fél évszázad alatt hazák biztonságának szavatolása mellett e katonai szervezeteknek köszönhetően több tízezer fiatal vitte országszerte hírét a településnek. Sok katonának, követve Eötvös József példáját, megakadt a szeme az ercsi lányokon, és közülük többen, ahogyan az apósom és én is, itt alapítottak családot. A honvédség munkahelyet jelentett sok helybélinek, kijelenthető, hogy a település a honvédségnek is köszönhetően felvirágzott, egyre több képzett fiatal telepedett le és járult hozzá szellemiségével, munkájával a fejlődéshez. Ezen impulzusok megindítottak egy felívelő folyamatot, melyek ercsi kulturális és szellemi értékei gyarapodásához vezette. Meg kell említenem Néhai Mosonyi Mihály nyugállományi ezredes úr nevét, aki helytörténeti kutatásaival, a helyőrségi gyűjtemény összegyűjtésével, köztéri szobraival maradandó. Rendezvényünkhöz kapcsolódó másik fontos esemény az idősek világnapja, melyet az ENSZ 1991 évi döntése értelmében világszerte október 1-én ünnepelnek. Az ercsi helyőrségben szolgáltat teljesített katonák többsége már az ünnepeltek korosztályába tartozik, még vagyunk néhányan, akik reménykedünk abban, hogy mi is eljutunk az ünnepelt korba, lehetőleg egészségesebb, életerősebb. Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. Aranyat szór és meleget. Örüljenek az öregek. Az ősz idő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk. Tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben teljenek a nyugdíjas évek. Bízom benne, hogy jövőre valamilyen ilyen együtt ünnepeljük személyesen újra ezt a napot. Meglepetésként Zsiga Tamás dandártábornok, a Magyar Honvédség személyzeti csoportfőnöke, a Honvédelmi Minisztérium nevében emléktárgyat ajándékozott Domine János nyugállományú dandártábornoknak. Miniszter úr nevében Domine János nyugállományú dandártábornoknak a társadalmi szervezet előterjesztését figyelembe véve, a HN társadalmi véleményező munkacsoport támogatásával, a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismerését, a Honvéd nyugállományúak klubja ercsi tisztújító közgyűlése alkalmából emléktárgyat adományozott. A honvédelmi miniszter úr egy emléktárgyat, egy vezéri buzogányt adományozott. Általában ezt a vezéri buzogányt, ezt a szebb korú, tehát idősebb korú
nyugdíjas klubok képviselőnek, vagy akik a honvédelem ügyében tartósan, húzamosabb ideig töltenek be különféle szerepet, annak adományozzák. Számomra ez nagy meglepetés. 2020. decemberével választottak ennek a nyugdíjas klubnak a vezetésére, és azóta vezetem ezt a nyugdíjas klubot. Ugyan már gondolkodtam többször a visszavonulással, de a kollégák mindig megkértek, hogy még egy ciklus. Hát azért most már lehet, hogy ez a ciklus lesz az utolsó, úgyhogy köszönöm szépen. Nálunk katonáknál a honvédelmi miniszter a honvédelmi területnek a vezetője. És amit a minisztertől kapunk, legyen az tehát kitüntetés, elismerés, várnomás, ennek különleges rangja van. Én úgy vettem, hogy a Magyar Honvédség első katonájától kaptam ezt, és erre büszke vagyok. Ezután Szabó Tamás polgármester, aki maga is tagja a klubnak, köszöntötte a szépkorúakat. Kettős minőségben köszöntöm mindenkit, vagy köszöntelek benneteket, és a itt megjelent szomszéd települések időseit is, szépkorújait pontosabban. Ercsőváros önkormányzata nevében nagyon fontosak tényleg, nem csak a katonai életben az idősek, hanem a civil életben is, és mindig azokra támaszkodunk, és én nagyon hálás vagyok mind a Honvéd nyugállományok, vagy a másik nyugdíjas klubnak, vagy az összes idős korúnak a szorgalmára, munkájára, akik a város életében aktívan még részt vesznek. A beszédek elhangzása után ünnepi zenés műsor következett. Nem az a fontos az ember, bár édes, csak a szíve, legyen fiatal, nem az a fontos az ember, bár édes, csak a szíve, legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsit kultíves, én is édes, ez a kicsi dal. Az olyan könyv, az nálunk nem számít, mondom az, hogy a elvári. Nem az a fontos az ember, csak a szíve, legyen fiatal, csak a szíve, legyen fiatal, csak a szíve, legyen fiatal. Végül egy baráti vacsora zárta a rendezvényt, és persze volt tánc és tombolahúzás is.